Kedves kollégák, tehát a professzor úr nagyobb ívű átnézete után egy kisebb esettanulmány, egy kisebb területről és kisebb állatokról, akik már ugye félig meddig meg is jelentek az előző előadásban is, tehát az ákérészek és a Balkán. Itt a képen először is egy pár ákérész, hogy tudjuk kikhez kötni egy kozarai endemizmus, tehát a Balkán szegélyén élő kis endemizmus, amit még 2012-ben gyűjtöttünk Kovács Tiborral és Puskás Gellérttel, csak hát ennek is lassan megy a megjelenése, mint az ótaxonómia könyvnek, de reméljük, hogy olyan alapos is lesz. Alatta az egyetlen balkáni endemikus genus a Helenoperla lárvája látható, mellette a Bulgaroperla mirabilis nevű jószág, ami hát nem lett bulgár endemizmus, sőt balkáni endemizmus sem, hanem egész a Kaukázusig elmegy, de ezt a leírás akkor még ugye nem lehetett tudni. Tehát az ákérészek ugye nagyobb rész forráslakók, legalábbis azok a fajok, amik érdekesek elterjedésük tekintetében. Hát nagyon széles elterjedésű állat nincs is köztük, az euroszibír fajok száma is, mint egy 5. Tehát nincs is olyan faj, ami átívelne nagyobb biogeográfiai régiókon. És hát nagyon egyszerű dolgunk van a lepkékhez képest, mert hogy csak a vizeket, illetve a vízhálózatot kell néznünk, hogyha elterjedésekre vonatkoztatunk. Persze az alapkőzet, a növényzeti borítottság már csak a vízháztartás szempontja miatt is mégiscsak jelentős, de az alapvető jellegzetességeket akkor is látjuk, hogyha csak egy sima topográfiai térképre nézünk rá. Hát ugye a Balkán lehatárolása az ő szempontjukból két helyen kérdéses, az Alpokkal való érintkezése a Dinári-hegységnek, illetve a Kárpátokkal való érintkezése a Sztaraplaninának. A Anatóliától, hát lényegében a hegységek hiánya miatt, tehát az alacsony hegységek, amik ráadásul általában elég száraz klímájúak is, persze az Istranca vonulat kivételével ez már meg is fogja őket, tehát a gyenge anatóliai kapcsolat meg a Kaukázus felé való gyenge kapcsolat is eléggé magától értetődő. A Balkánnak a vízi fauna alapján történő felosztása, ez két nagyobb műhöz de szoktunk hivatkozni, amiket ugye, mint látszik, eléggé ellentmondanak egymásnak. Ez egyszerűen abból adódik, hogy Ilyesz hát leginkább vízi magashegyi faunával foglalkozott, azért inkább a kisebb vízfolyásokra vonatkoztatta a felosztását, tehát itt a Balkán egy Nyugat-Balkánra, egy Dél-Balkánra és egy Kelet-Balkánra oszlik, ellentétben Banarescuval, aki halakkal foglalkozó kutató volt, tehát a nagyobb vízrendszerekre vonatkoztatott. Hát itt ugye az Adamovics vonal is jobban kirajzolódik, mint ezen, ahol ez végül is rejtve marad. Az ákérészek, lévén hegyi állatok és kisvízfolyáshoz kötődő állatok sokkal inkább mutatják az Ilyesz-féle felosztást, de előbb lássuk azt, hogy hol is tartunk, tehát egyáltalán mire tudunk támaszkodni, amikor bármiféle zoogeográfiai elterjedés próbálunk elemezgetni. Tehát a Balkán ákérész faunája viszonylag korán elkezdődött a feltárása, az első fajt még 1841-ben közölték ezt az állatot, ami itt volt a Természettudományi Múzeumban, amíg az 56-os tűzben el nem égett. Ez a Frivalszky által valószínűleg a Marica völgyéből gyűjtött faj, amit azóta Kovács Tibor és Wolfram Gráf találtak meg a Rába rendszerében, meg aztán Görögországban az Aliákmonasz folyóban találtuk meg, és hát sajnos a bulgár előfordulása csak erre az egykori típus példányra vonatkozik. Aztán a II. Világháború előtt egy eléggé alapos feltárása indult meg a Balkánnak, több kutató
nevéhez fűződően, hát az akkori zavaros időkhöz képest igen szép anyagot gyűjtöttek már össze a Balkán egészéről, tehát Bulgária, volt Jugoszlávia és Görögország területéről, illetve az egykori Török Birodalom területéről is. Aztán utána jöttek az 50-es, 60-as, 70-es évek, amikor is, hát hogyha megnézzük itt azt, amiket fölírkáltam, hogy melyik országot kik csinálták, hát látszik, hogy sajnos a nyugati és a keleti blokk eléggé szétvált. Egy szegény Jaroszláv Rauscher, aki éppen a prágai tavasz alatt utazott Jacobertel az akkori ágyvérészes világkonferenciára, Abiszkóba, egy autóba van utazva Svájcból Prágán keresztül ment Obert, és felvette Rauschert Prágában, és úgy utaztak együtt a konferenciára, és hát sajnos ez volt az utolsó találkozásuk, mert utána Rauscher teljes egészében letiltották Obertről, hogy a cikkekhez sem jutott hozzá, amiket ő küldözgetett neki, tehát előfordult, hogy Albániából, meg Görögországból párhuzamosan írtak le fajokat sajnos. Hát ez mostanra véget ért szerencsére, és hát a 21. században itt egész csoportunk foglalkozik vele, hát itt ugye a gyíkszobor alatt is láthatóak vagyunk, amikor is az első európai ákérészes találkozót szerveztem, és hát eznek az egyik napja volt a Balkán monográfiájának az előkészítése, ami sajnos azóta meg is rekedt. Hát itt, ha nem is mindenki foglalkozik a Balkánnal ebből a társaságból, de azért nagyobb részt fedjük ezt a itt felsorolt dolgot. Tehát vagyunk rá, akik dolgozunk rajta, de hát mégis hol tartunk? Hát itt sajnos, hogy eddig mintegy 200 faj ismert a Balkánról, de a munka intenzitásából, ami előkerül, abból az látszik, hogy ez talán egy olyan 300 lett, tehát közel sem vagyunk a végén, tehát amit itt a következő diákon meg tudok mutatni, az még egy eléggé provizórikus kis kép a fauna összetételéről. Hát ez az ábra azt mutatja csak, hogy honnét kerültek elő fajok az elmúlt 15 év során, tehát eddig 19 új fajt írtunk le ebből. Ami érdekesség, hogy viszont a Balkánra új faj alig került elő, összesen három olyan van, ami eddig ismeretlen volt a Balkánról, de egyébként ismert faj, ellentétben ezzel a, hát most 34, hogyha összeadjuk a leírásra várókat, meg a leírtakat, amik hát majdhogy nem random kerültek elő az egész félszigetről. Sajnos ez taraplani, mert ez valahogy mindenkinek kimarad az útjából, úgyhogy azért maradt ez egyelőre ilyen fehér. Tehát ez megint csak egy ilyen kis kitérő, hogy honnét kerülnek elő az új fajok. Hát ugye vannak olyan biztos helyek, ahova, hogyha a térkép meg az eddigi adatok alapján átgondoljuk a dolgokat, akkor tudjuk, hogyha korabbra elmegyünk, akkor nyár elején, akkor ott biztosan találunk valami újdonságot, mert nem gyűjtöttek, és egy izolált hegység, vagy hogyha egy olyan időszakban megyünk, ami azon az adott területen kimaradt, akkor ott is találunk valamit. Aztán hát ugye szerencsére bővül az eszköztár, a taxonómiai revíziók mindig új megközelítési módokat alkalmaznak, amióta együtt dolgozunk bioakusztikusokkal és molekuláris biológusokkal, azóta ilyenek is történnek, hogy amit egyfajnak gondoltunk, az nagyon szépen szétválik. Morfológiai alapon is megkülönböztethető három fajra, amikor meghallgatjuk őket, illetve amikor megszekvenálják őket a kollégák. Aztán meg hát, ami ugye a legnagyobb öröm mindenkinek, amikor csak úgy váratlanul előkerül valami onnét, ahonnét nem várna az ember, hát ebből a lepusztult kis patakocskából került elő a legkülönlegesebb fajunk Közép-Albániából, amit azóta sem találtunk meg sehol máshol a környékén sem, meg az egész hasonló vizekben gyűjtve a Nyugat-Balkán területén. Tehát akkor a balkáni ákérész fauna összetétele, amit eddig föl tudunk vázolni róla. Hát a fajok két ötöde szélesebb elterjedésű, hát ez a szélesebb elterjedés az általában mondjuk közép-európait és dél-európait jelöl maximum. Összesen olyan
faj, ami a Nyugat-Paleartiszon kívül is előfordul, az 80, de hát ez nem a Balkánnak a sajátosság, amit mondtam, hanem az ákrérészeknek, tehát nagyon széles elterjedésű, nagyon kevés van köztük. Mint egy 30 olyan faj van, ami szubendemikus a Balkánra nézve, tehát csak az egyik érintkező nagyobb biogeográfiai régióban fordul elő. Az alpesi balkáni fajok ugye jól látszanak, hogy a Dinári-hegységre korlátozódnak inkább elterjedésükben, tehát ők a Kelet-Balkánig már nem jutnak el, se a Dél-Balkánig nem jutnak el, legalábbis eddigi ismereteink szerint. Akkor, amit professzor úr is betített, ez kicsit azóta változott a kép, tehát az Adamovics vonal azért egy kicsit elhalványult, azért még kirajzolják a Kárpát-balkáni fajok, illetve hát ezeknek egy jellemzője, hogy már a északi Kárpátok nyugati részére nem igazán jutnak el. Aztán hát az anatóliai fajok, ott egy dolog a jellemző az, hogy nagyon kevés van belőlük, tehát ahogy mondtam, Anatóliából alig jutnak át, és hát azok inkább a szigeteken maradnak, illetve hát van egy-kettő rendbontó, ami egész a Kárpátokig, illetve az Alpokig elmegy. De ezek inkább valószínűleg nem is anatóliai balkáni, hanem kaukázusi balkáni széles pontuszi elterjedésű fajok lehetnek, csak még ezekkel sem vagyunk tisztában. Aztán a balkáni endemizmusok, hát itt az a három fő góc, ami az Illies szerinti felosztást sugallja, az eléggé kirajzolódik. Tehát vannak azért holobalkáni endemizmusok, amik lényegében az egész Balkánon élnek, nagyon szépen tartják azt, hogy a Kárpátokba maximum belátogatnak még Herkules fürdőre, vagy a Karsz környékén belépnek az Alpokba. Van egy nagyon erőteljes mőziai centrum, ahol hát persze ide számítva a csakrillai, csak piridi endemizmusokat, amik ott az ottani magas forrásokban élnek. Van egy illirikus a dinaridákra és mondjuk közép balkáni rendszerekre, a korabra, sarkolaminára is kiterjedő elterjedéssel, és hát van egy nagyon szép attikai centrum, hát itt a szigeti fajok az, amik igazán megdobják ezt a fajszámot. Hát aztán megint csak egy ilyen pici kitekintés még, hogy hol vannak a forró, az endemitási és a diverzitási forró pontok a Balkánon. Hát a magas diverzitás, de alacsony endemitású részek, itt ugye mint a sejtető is az Alpok és a Kárpátok érintkező területei, aztán az izolált magas hegységek, amik mind magas diverzitással és mind magas endemitással ról tesznek bizonyságot az eddigi gyűjtések alapján, hát itt kiemelve közül Prokletia korab, amiket hát nem csak azért, mert ott többet gyűjtöttünk, hanem ott látványosan a vizek is olyan jó állapotban vannak, hogy sok minden kerül elő belül, krilla, pilin. Hát ezek ugye nem megint csak nem átérés sajátosságok, nyilván minden csoportban ezek kiváló helyek. Hát például a lakmosznak a lábáról gyűjtöttük azt a legecskét, amiből Papp László leírt a Hesperidé család harmadik európai faját. Aztán hát itt, ami ugye a Staraplanina egy kérdőjellel szerepel, meg a Parnassus környéke is, ez a kevés eddigi gyűjtés alapján, de ez is várhatóan egy magas, legalábbis magas diverzitású helyek lehetnek. Aztán áki részeknél van egy ilyen különleges dolog, hogy ilyen különleges, általában mediterrán klímájú, vagy éppen, hogy nagyon nedves, majd ilyen óceáni jellegű klímájú területek, mint a Strandja Istranca, Dél-Kelet-Macedóniának ez az alacsony dombvidéke, ami a trákiai hegyek felé mutat egy átmenetet, illetve hát Epirus, ami egy rendkívül gazdag terület. Aztán hát van egy ilyen alacsony diverzitású forró pont, de alacsony denzitást írtam, diverzitású forró pont, az Égei szigetek, ahol nagyon kevés faj van, ezek viszont majdnem mind endemizmusok az egyes szigetekre nézve, még csak nem is a szigetvilágra, hanem
Ezeket egyébként a molekuláris vizsgálatokkal úgy néznek ki, hogy nagyon szépen tudjuk őket vonatkoztatni a jégkorszaki eseményekre, illetve hát az egykori földhidak, a Rodosz Karpatosz meg a Karpatosz Kréta közti földhidaknak a korára. Hát ebből csak hármat így kiemelve, és ezeknek a kapcsolatait, a Prokletije, az Észak-Albán Alpok, ami hát egy vízben nagyon gazdag régió annak ellenére, hogy mészkő, tehát itt magasan is vannak nagy források, nagy karsztforrások, kisebb erdei csurgók is vannak, nagy folyójaik, úgyhogy igen gazdag fauna található benne. Hát ez az eddig ismert fajoknak a viszonya, tehát itt mind a dinári és még az alpesi fajokból is elég sok van jelen a Prokletijében, viszont a kárpáti fajoknak egy jó része is eljut idáig, és hát ennek ellenére mégis van egy komoly déli hatás is, viszont a Kelet-Balkán meg Anatólia felé nagyon gyenge, és hát egyetlen olyan faj van, ami közösnek látszik az Apennini félszigettel. Aztán Epirus, ami az elején is szerepelt, ez a Helenoperba nevű jószág, aki hát ha Görögországra nem is szorítkozik, de annál sokkal kisebb elterjedésű, mert csak az epiruszi részen, tehát Albánia a legdél-nyugatabbi és Görögország északnyugati partvidékén fordul elő. Ez ugye egy alacsony dombvidék és hegyvidék, csak hát a hegyvidéki része az nagyon száraz, tehát az alján jön ki minden víz, és így a folyókhoz, meg a karsztforrásokhoz kötődik ez az érdekes fauna. Hát ennek az összetétele már azért sokkal egyszerűbb, tehát itt már attikai fajok dominálnak. És hát ez a délkelet-macedóniai alacsony dombvidék, aminek hát ez a komolyabb közép-európai kapcsolata, ez annyiban érdemel említést, hogy itt hasonlóan a lepkékhez nagyon megváltozik az itt élő közép-európai elkérészeknek az életmenete, tehát mondjuk amit nálunk májusban fogunk, azt itt már februárban röpül és májusra nyoma sincsen, és hát akár egész más vizeket is okupálhatnak, tehát egy olyan nagy pataklakó dombvidéki faj az a kiserecskékben is előfordul a magasabb részeken. Aztán végül szeretnék egy pár szót szólni arról is, hogy mi az, ami még a feltártság hiányosságain kívül nehezíti azt, hogy fölvázoljuk a Balkán elterjedési mintázatait. Hát ugye nagyon komoly természetvédelmi problémák vannak a Balkánon, főleg a vizek tekintetében. Hát az egyik ilyen nagyon szomorú és jelenleg gőzerővel folyó tevékenység a tározók építése. A nyugat-balkáni területen azt hiszem, hogy most 350-nél tart a tervezett tározóknak a száma, ami ellen hát egy komolyabb nemzetközi mozgalom is indult. Valamint a Vjosa folyó Dél-Albániában, ami egy Görögországból eredő folyó, az utolsó regulázatlan európai nagyobb vízfolyás, ennek a betározása ellen is egy nemzetközi összefogás próbál tenni valamit. Hát aztán az erdőirtás, hiába, hogy az elkérészeket kevésbé befolyásolja a növényzet, mint más csoportokat, de hát hogyha a közép-magas hegységekről levágják az erdőt, akkor a vízük az oda van, meg főleg Albániában ugye sokkal a frisses terület, amin hát ugye ilyen eróziók láthatók. Ez 2006-ban készült ez a kép, ez a falu azóta már nincs meg, ezt már itt lemosta a víz. Csak hát sajnos ez a víz sincs meg, amiben viszont olyan elkérészek éltek, amik egész Balkánon is ritkák. És hát a forrásfoglalások, ami a legborzasztóbb az égei szigeteken. Ugye például Karpatoszról 2012-ben találtunk egy új fajt, ami nem, 13-ban találtunk egy ottani endemikus új fajt, ami hát egyetlen víz volt még megmaradva, ami szabadon futott, hát az mostanra most már ilyen betonkockában van, úgyhogy
ő még így a leírása előtt kipusztult fajjává. Köszönöm szépen a figyelmet! Köszönjük szépen! Kérdés esetleg valakinek a Balkán-hegység artilészfaunájában? Ha nincs, akkor következik az... Igen. A zootaxonómia könyvhöz egy kis kiegészítés, megjegyzést, hogyha tehetnék. Ugye nem kell attól félni, hogy jegyzetként borzasztó nehezen használható lesz a könyv, mert hogy a Szegedi Egyetemen is tavalyi tanév során megjelent egy 800 oldalas jegyzet, ami úgymond felhasználóbarátabb a hallgatók számára. Egerben most került föl Varga János tárúr szerkesztésében egy 4 kötetes, egyébként szabadon letölthető zootaxonómia jegyzet, amit az egyetem webshopjából le lehet tölteni. Tehát így a kettőt nagy örömmel forgatják a hallgatók, ezt mondhatom. Valahogy mind a tanárszakosoknak ajánljuk azt, hogy tanulni a vizsgára, tanuljanak a jegyzetünkből, és a könyvet pedig szerezzék meg, mert a gyerekeket jobban érdeklik az állatok, és zavarba fogják hozni őket. A biológus szakosoknak, meg ugye, aki, még aki ökológus, annak is legyen egy taxonómia összefoglaló munkája.